you looked a little bit upset when you went to the changing room, but it's because of the result. I'm sure the game was good. Is it? Yeah, you know, when you coach professional sports, you like to win, and I didn't think I thought our players deserved more than that tonight. Like, I mean, I thought we played an outstanding game. I'm very proud of the team, and they played a great game. It's too bad what happened at the end of the game, but all in all, I'm very proud of the team and happy with what they did. Itt most egy kicsit hosszabb megbeszélés volt a mérkőzés után. Sean Simpson mit mondott nektek? Igazából megköszöntem mindenkinek ezt a két hetet az életéből, mert ugye nagyjából most az olimpiai selejtezőre készülünk, de az augusztusban lesz, így az április összejövetel inkább csak ilyen finom hangolás, meg beletanulás ebbe a szisztémába volt, és ugye minden játékos, akit behívtak, el tudott jönni és eljött, és ez nagyon tetszett neki, hogy ilyen elhivatottak a játékosok. Két nagyon jó ellenfél ellen játszottatok felkészülési meccset. Hogy érzed, mennyire volt hasznos annak a tekintetében, hogy nagyon sok szisztémát mutatott ki tudáról más részben, ezt mennyire tudtátok itt alkalmazni? Szerintem jól alkalmaztuk, tehát nagyon sokat gyakoroltuk az elmúlt két hétben a védekező harmadot és a védekező harmadból való kijövetelt, hogy milyen hatékonyabbak legyünk, és szerintem mind a két mérkőzésen ezeket jól sikerült abszolválnunk. We wanted these 2 weeks to be, we wanted to build a team, build a system. We need this to be prepared properly for Latvia in August. So I think if you look at the whole camp, we prepared properly and we reached our goal in that way. We didn't win the 2 games, but we had 2 good games, and the guys trained very well, and now we're a team. So it was a success these last 2 weeks. Which games do you like better, against Austria or not today the Belarus? No, I think they're both good. They're both good teams. They're both fast teams. I think both games were very good. What does the most like you like in the game of the guys? Just their will that they want to play for Hungary. They want to play for their country. I like the way they're playing as a team. I like the way they're picking up our system that we want to play. Our system was very effective tonight, in particular against a strong A-League team in Belarus. Our system was very good against it. So, and the system will only get better as we do it more times. We've only done it only for 2 games now. So, I'm looking forward to seeing the team in the future. You said you are very satisfied with the attitude, but what about the defense? Defense is fine. And the offense? Yeah, you know, we scored a couple of goals tonight. Of course, you always want to score more goals, but it's not easy in this level of hockey. This level of hockey is very good. It's not negative, but we'd like to score more. Arra kérdésemre, hogy mennyire tetszett a kapitánynak a védekezés, annyit mondott, hogy jó volt a védekezés. Egy védő, hogy látja, hogy jó volt a védekezés? Jó volt, igen, ezt elmondott mindent ezzel az edző szerintem. Kívül tartottuk őket, amikor tudtuk, agresszívak voltunk, az Oli nagyon jó volt a kapuban. Tehát amit gyakoroltunk, azt szerintem teljesen jól megcsináltuk. Az első harmadban, különösen az első harmadban nagyon jól ment a letámadás az önharmadban. Én pont fordítva éreztem, hogy ők nyomtak nagyon az első harmadban, ugye, de tudtuk, hogy mivel állunk szemben, tehát hogy tudtuk, hogy egy olyan csapattal állunk szemben, ahol nagyon jól korcsolyáznak, nagyon technikásak, így tudtuk, hogy nagyon egyszerűen kell játszanunk, és a korongot kijutatni a saját harmadunkból, és bejutatni az övékbe, hogy legyen valami esélyünk, hogy a mérkőzést megnyerni. It's a half year you are working here, now you have a picture about the Hungarian hockey. What's your impression about the Hungarian hockey? I really like it. I like the attitude of the players, I like the personalities of the players. I like the way the federation works with the national team federation organization, and I like Hungary as a country. It's a very nice people, and I really enjoyed myself. So I'm looking forward to the future. What is coming now? Is it a bit holiday, or you work? Yeah, well, we have to select the team in the next few weeks, and then it'll be some summer holiday for sure. And then we come back in August and try to make the Olympics. Most az elkövetkezendő hetekben az elsődleges feladat az, hogy kijelöljék a keretet a Rigára. Ennyire gyorsan meg lesz ez a kerethirdetés? Igen, tehát azok a játékosok tudni fogják, hogy nyáron milyen felkészülést kell csinálni, mert ugye sokszor az augusztusi hónap az még egy felkészülési szezon, vagy egy hónap, és most meg már augusztusban ott leszünk az olimpiai selejtezőn, olyan ellenfelek ellen, mint még például az a Fehér Rusz, ugye csak nem lesznek ők ott, de átcsoportos ellenfelek lesznek. Bizakodva vagytok mondjuk Rigával kapcsolatban? Nagyon erős emberek lesznek. Bízunk benne és hiszünk benne, hogy sikerül. Hát ugye egy mérkőzéses az egész, tehát egy mérkőzésen meg minden bármi megtörténhet, és úgy fogunk neki, hogy ugye nem mi vagyunk a sanszosok, hogy följük, vagy bejutunk az olimpiára,
de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez eljusson Magyarországra.